Gerendás Péter és Alapi István, aki közben becsatlakozott, és a gitáronak el kellett menni próbálni állítólag, úgyhogy őtől elbúcsúztunk már közben. Hát egyrészt nem tudom, szeretnétek-e összegezni azt, hogy mit láttunk, mit hallottunk. Igen, szeretnénk, úgyhogy kezdjük is meg a hivatalos értékelést. Nem baj, ha szőrű szívűek vagytok, ők abból tanulnak, én azt gondolom. Áris Lukács Petának átadom a szót. Köszönjük szépen. Új szent szeretnénk megköszönni mindenkinek, egyrészt a szervezőknek, a Léni Magyarországnak, illetve a Gödör Klubnak, hogy létrejött ez az esemény. Ezek a szokásos tiszteletkörök, de tényleg komolyan gondoljuk, illetve nektek a közönségnek, akik kíváncsiak vagytok még mindig a gitározásra és a gitárzenére. És alapvetően tudom, tehát most sajnos kénytelenek lesztek ilyen borzalmas közhelyparádét végighallgatni, hogy a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, ezt mindig el szokták mondani. Mi is elmondjuk, mert sajnos ez az igazság, de én annyira lennék azért szőrös szívűen őszinte, hogy azért azt hozzátenném, hogy bár az egész mezőny alapvetően parádés volt, az első 5-6 helyen ott voltunk igazán bajban. Tehát az, hogy az első 3 díjat valójában ki fogja megkapni, az szerintem túlzás nélkül mondhatom, hogy egy nagyon jelképes dolog lesz. Pláne az, hogy ki fogja megnyerni ezt a fődíjat. Valójában remek gitárosokat láthattunk egy nagyon jó szervezett program keretein belül, és azért baromi nehéz tényleg egy ilyen verseny, eleve mert verseny, és a zenélés az nagyon nehéz, nem lehet kilóra mérni, nekünk mégis muszáj valamilyen szinten, úgyhogy hoztunk egy döntést. Bizonyos szempontból egységes volt a döntés, bizonyos szempontból nem teljesen, de azt gondolom, hogy ez így is van rendjén. Megszületett a döntés, megkérdezem a többieket is, hogy akarnak-e valamit még hozzáfűzni. Igen. Nos, bocs, már csak nagyon régen nem aludtam, de most már mindjárt hallhatok. Azt szeretném mondani, hogy amikor délután jöttem ide, akkor, és még a beállások voltak, én számomra, nekem akkor megütötte a fülemet, hogy az a színvonal, amit egész este itt hallhattunk, hogy ez itt nagyon komoly dolog volt, és én egyébként már csak a tanárságom által a Kőbányai Zenei Stúdióban felvételiken ugye 50-esével hallgatjuk végig a produkciókat, amiket gitárosok játszanak, és egész egyszerűen félelmetes volt az, amilyen felkészültséggel, amilyen szanttal és egyáltalán, ahogy ezt az egészet ti komolyan vettétek, és ezt nagyon köszönöm nektek. Egyébként az élő zeneség, most megint csak hazabeszélek Kőbányai, nem tudom, hallottátok-e azt a hírt egy pár nappal ezelőtt, hogy a 10. kerületben a Kőbányai önkormányzat Pók Egon tulajdonképpen vezetésével és javaslatát betiltották az önkormányzati rendezvényekkel a playbacket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon pici kis kezdete annak a dolognak, amiért mi most már gyakorlatilag 20 éve küzdünk, hogy aki muzsikus, az muzsikáljon, és ne csapja be a közönséget. És azt hiszem, hogy ez a mai este, amit itt hallottunk tőletek, ez pontosan annak volt a bizonyítéka, hogy ezt nem csak Kőbányán kell megtenni, hanem egész Budapesten és az egész országban. Hát a versenyzőkhöz szeretnék szólni, szorosan kapcsolódva az előttem szólókhoz, és nagy újdonságot nem fogok mondani, de mégis úgy érzem, hogy amit én személyesen elmondtam a versenyzők némelyikének, nem mindenkivel tudtam beszélni, de azt most is elmondom, hogy ez egy erősen szubjektív döntés. Tehát senki ne érezze úgy, aki most az 5., vagy 6., vagy 10. helyezett lesz akár, hogy ez bármit is jelent. Mert hogy lehet két különböző dolgot összehasonlítani, ami mind a kettő egyformán magas szintű. Tehát én például nem tudnám eldönteni, hogy most ki az abszolút győztes, mert mindenki más miatt volt számomra kedves. Ezt most én nem fogom elmondani, mert nem akarom megbántani azokat, akiket nem említenék meg, de mindenki más miatt volt. Ez olyan, mint amikor megkérdezik, melyik gyerekemet szeretem a legjobban. Nem tudnék dönteni, van egy pár, nem tudnék dönteni,
mert mindegyiket más miatt szeretem. Ma mindegyik gitáros szerettem, és mindegyiket más miatt, és hál' Istennek mindegyiknek volt egyénisége. Szerintem ez volt a legnagyobb érdeme a mai versenyzőknek. Sziasztok! Sajnos csak kicsit késve tudtam ideérni, viszont hát a YouTube-on végignéztem az összes versenyzőt, és őszintén szólva valahol titokban nagyon örültem, hogy nem értem ide, és nem kellett véleményt nyilvánítom, hogy két baromi jó közül ki a baromi jobb. Mert hát tényleg, inkább csak ahogy néztem, ott az utolsó néhány előadót sikerült elsípnem, hál' Istennek azért a végén lévő 4-5 srácot láttam már, hogy inkább csak egyfolytában azon gondolkodtam, hogy mi lesz ezekkel a srácokkal. Hogy hihetetlen nagy a lelkesedés, és pont abban, amiközben ezt gondoltam, aközben mondta el Péter, hogy ugye hát mindenkinek azt kéne mondani, hogy tűz. Mert hogy sajnos tényleg az van, hogy lehet halogatni ezt a dolgot, és aztán lehet azon gondolkodni, hogy mi lesz velünk. Hát majd az lesz itt nevetve, beszélgettünk valakivel, az egyik fiatal gitárossal, hogy most gondolkodj, mert úgy jársz, mint mi. Tehát, hogy 50 éves korodban az old mezbe a hátadon viszed le az erősítőt, 3500 bruttóért. Úgyhogy igazából csak a lelkesedés. Tehát amikor megkérdezi, volt egyszer egy tanítványom, aki megkérdezte tőlem a második órán, amikor első fekvésben hadakozott a C-durral, megkérdezte tőlem, hogy szerintem meg érdemes-e a zenével foglalkozni, vagy megéri-e. És akkor azt mondtam neki, hogy nem. Tehát egyet neked, meg főleg nem. Tehát aki a második órán, amikor így rakosgatja az ujjait, és megkérdezi, hogy ez jó biznisz-e, annak egyáltalán nem lesz az soha. Egyébként meg tényleg nem az. Úgyhogy igazából nagyon örültem, hogy nem kellett véleményt mondani, ugyanakkor annak is nagyon örültem, hogy azt láttam, hogy hihetetlen lelkesedéssel és borzalmas energiával, meg rengeteg munka van ebben a dologban, meg rengeteg szív, és csak le a kalappal a mai világban az összes ilyen srác előtt, aki annak ellenére, hogy azért pontosan mindenki már 15 éves korra fölött, főképp a 20-as évei környékén tisztában van azzal, hogy nagyjából mik a lehetőségek, ennek ellenére ezt csinálja, és ez mérhetetlen tiszteletet érdemel mindenki, aki ebben elefog. Igazából szeretem szólókat, hát tudnám csak ismételni, nem is nyomatnám hosszan, csak annyit akarok megköszönni szeretném igazából a zsűri tagoknak, a közönségnek és egyértelműen a versenyzőknek, akik már ott toporodnak és az eredményre várnak. Nagyon sok munkánk volt benne, és mindenkinek köszönöm szépen. Egy nagy taps magunknak. És miért a kivételnek a rendezvénynek? Nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy változtatni tudjuk a lehetőségeken, mi tudunk tenni. Akár egy like gomb is sokat tud jelenteni ezért, meg nyilván az, hogyha elmentek egy koncertre, az élőzene visszatér, és ennek jó példáit látjuk itt. Most pedig akkor átadom a szót. Köszönöm szépen, és akkor, hölgyeim és uraim, ez a papír itt a kezemben, a mindentudó papír. Ebben sokaknak öröme és hát gyakorlatilag bánata is van, ugyanis hát mindenkinek nem tudunk díjakat átadni, de ettől függetlenül bele is csapnék a dolog lényegi részébe. Közönségdíjassal kezdjük, és nem más kérem szépen, mint hát nincsen dobosunk, hogy egy jó perkist adjon neki, egy wurst is ad, de kimondom a nevét, hölgyeim és uraim, a közönségdíj együttetően Sánta Gábor részére. Hajlott, hogy kérjük fel a színpadra. Gratulálunk, és akkor nem is kérem Zolit, hogy adja át az erősítőt, vagy pontosabban mutasson rá. Ezt is lehetne fel is emelheti. Hölgyem is, ez egy igazán értékes erősítő, betegszik az első helyezett díjával. Gratulálunk, uram, mutasd még meg, fotósok, nagy mosoly, mindenkinek, köszönjük szépen. Maradj velünk itt a színpad szélén pontosabban. Az a helyzet, hogy a zsűri úgy döntött, hogy nem három díjat fog átadni, hanem négyet, mert egy srácnak még be kellett férnie, nagyon úgy gondolták, úgyhogy ő egy eldorádós csomagot fog kapni, amelyben minden földi jó benne lesz majd, úgyhogy egy értékes díjat adtak neki most ebben a pillanatban oda. A negyedik helyzet a verseny keretein belül nem más, mint Nagy Dénes! Az első a versenyben.
nagyon blues gitáros vagyunk, nagyon szeretjük. Köszönjük szépen! És egy vásárlási utalvány lesz az ő díja, gyakorlatilag ezt most így a szervezők még bepasszírozták. Köszönjük szépen neked, hogy eljöttél, és sok jó hangot kívánunk a jövőben. És akkor most jön kérem szépen a dobogós része a történetnek. A harmadik helyezett nem más, mint aki mostantól egy erősítő tulajdonosa. Szerintem ez egy digitális cucc, egy csodálatos erősítő, sok jó perce lesz benne a srácnak. Ő nem más, mint Erdősi Laci! Hát nem szalad. Erdősi Lacit várjuk a színpadon, hogy átvehesse erősítőjét. Hazament? Nem, itt van velünk Erdősi Laci, a kigyúrt gitáros, Magyarország egyetlen kigyúrt gitáros, a Tátrai Tibor után. Volt az a srác, aki egy ilyen rappes alapra gitározott rá, jó kis bluesokat. Nagyon komoly volt. Köszönjük szépen neked, uram, zseniális voltál. Sok sikert neked. Hát most kezdünk el izgulni igazán, ki lett a második, ki lett az első helyezett, ki hagyja el utoljára a villát, Alekosz vagy Jerzsi, fene a belüket. Na mindegy, hölgyeim és uraim, a második helyezett nem más, mint aki ezek a csodálatos erősítőnek a tulajdonosa innentől kezdve is, őt úgy hívják, hogy Barkóczi Bence! A 15 éves gitáros, aki Miskolci illetőségű és 2 éve foglalkozik igazán a hangszerrel. Mi lett volna, hogyha korábban kezdünk? De innentől kezdve kötelező nem járni fodrászhoz. Gratulálok, uram! Csodálatos volt! Tökre teszi még a lányokat itt Magyarországon szerintem. No, és hát már csak az első helyezett a szívét, bocsánat. Mondta Péter, hogy reméljük azért nem, tehát jó. Helyezett, nem más kérem szépen, mint aki igazán a léni arca lett ebben a pillanatban, és hát sok jó videót készít majd magáról remélhetőleg. És ő bizony kérem szépen egy Blade típusú gitárt nyer, amelynek hát természetesen Maruti Zolia is a képviselője és használója ennek a csodálatos hangszernek. És ő nem másként hívják, mint... Parancsolsz? Mindegy. Hölgyeim és uraim, az első helyzet tehát, aki igazán a léni arca innentől kezdve, Kuródi Tamás! Lejjen benne sok örömet! Na ne! Kuródi Tamás, csak szólok, nyertél egy gitárt meg egy fejládán. Nem kell neki. Ó, igazi nagy sztár, tehát igazi nagy sztár már most ő hátul ölelkezik, tehát hátul már ünnepelteti magát. És hát szeretnénk megköszönni az egész programot az Eldorádónak, a Léninek, akik létrehozták, a zsűri tagjainak, Alapi István, Gerendás Péter, Maróti Zoltán, Lukács Peta, Szabó Zoli és Gitáron. Hölgyeim és uraim, maradjatok együtt, ugyanis következik a Jam Session része a dolognak, de előtte még fellép itt a színpadon Lukács Peta és Alapi István egy-egy dal erejéig bemutatják gitártudásukat. És egy nagyon örülünk!